újabb csapadék hullám ért el a Kárpát-medence nyugati, délnyugati és déli felét, és ebből vegyes formában eshet havas eső, hó, valamint később már inkább eső. Üdvözlöm Önöket az M1-en, Fölhéce Adrián vagyok, jó napot kívánok! Havas tájról kaptunk csodálatos pillanat hangulatképeket Vámos Józseftől. Nagyon szépen köszönjük neki a szilvásváradi felvételeket. Önöktől is várjuk az időjáráshoz kötődő színes és aktuális fotókat. Ami Európát illeti, ciklonok tették változatossá és egészen csapadékossá az időjárást. A Kárpát-medencét délről délnyugat felől érték el az alacsony nyomású képződmények, melyek bőséges mennyiségű csapadékkal, főleg Dél-Olaszországot, valamint Dél-Dalmáciát áztatták. De láthatjuk, hogy a hőmérséklet is egészen szeszélyesen alakul ma kora délután. Északkeleten még nappal sem enged a fagy a szorításából, még a Fekete-tenger és az égei térségben átlagosan úgy 15 fok közelébe szökken a hőmérséklet. Ami a Kárpát-medencét illeti, felemás lesz a légköri helyzet. Észak-keletről-keletről folyamatosan vékonyodik és csökken a felhőzet, arrafelé elő-elő bukkan a nap. A zártabb felhőtakaró pedig nyugatra-délnyugatra húzódik. A nap első felében a Dunántúlon több helyen számíthatunk havazásra, majd havas esőre és esőre. A Nyugat-Dunántúlon pedig egész nap inkább a szilárd halmaz állapot lesz a meghatározó. Arda felé megerősödik, olykor viharossá válik az északi a szél, emiatt ott hófúvás is valószínű. A csúcsértékek őrzik a felemás jelleget, 0 és 11 fok között változnak, Székelyföldön az enyhébb idővel. Holnap nem kizárt, hogy akár a bűvös 13 fokot is elérhetjük. Aztán kedden pár fokot visszaesik a hőmérséklet, de a sok évi átlaghoz képest még ekkor is enyhébb időig érkezik. Szerdától aztán markánsabb lehűlést tapasztalhatunk, olyannyira, hogy a jövő hét második felében 0 és plusz 5 fok között tetőzik a hőmérséklet. A lipicai lótenyésztés felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára. Hogy honnan érkeztek ezek a fenséges lovak? A történet a Habsburg Birodalomban kezdődik, az Obcinai fennsíkon, ahol 1576-ban II. Károly főherceg parancsba adta egy udvari ménes létrehozását. Lipica település a Karszthegységben fekszik, talaja kemény és köves. Már a rómaiak is neveltek itt nagy tűrőképességű lovakat. A tenyésztés olyan jól sikerült, hogy közel 20 évvel később már 30 fiatal lovat vitték Lipicáról Grazba. A napóleoni háborúkban veszélybe került állományt Magyarországra menekítették. Nem utoljára, hiszen az 1797-ben visszairányított lovak nagy része egy földrengés következtében elpusztult. A megmaradt állatok újra Magyarországra kerültek. A magyarországi állomány kiemelkedő genetikai értékű. Szilvásvárad és környéke, a Bükk-hegység az a természeti közeg, amely a leginkább hasonlít a fajta bölcsőjéhez. Viszontlátásra!